Sziasztok, Kormos Zoli vagyok. Ma arról beszélek nektek, hogy mi a személyjegyző szakma átka. Minden szakmának megvan a keresztje. Biztos, hogy ismertek ti is ilyet, például az autószerelő, hogy haveroknak ingyen csinálja meg a kocsit, és azonnal várják. A személyjegyzőknek is vannak ilyen problémáik. Az egyik például az, amikor megkapja azt, hogy neked könnyű, te ott vagy a teremben, simán le tudsz edzeni, semmi problémád nincs ezzel, van rá időt. Ez igaz, hogy itt vagyok a teremben egész nap, de kénytelen vagyok abban a teremben edzeni, ahol dolgozom. Ennek az az egyik hátránya, hogy ide járnak a vendégek is edzeni, és meglátnak, hogy ott a Zoli, gyerünk, gyorsan kérdezzünk tőle. És akkor megzavarják az én edzésemet. Itt vagyok a teremben reggeltől estig, 12-14 órán keresztül. Van 2 órám, ami az enyém. Tehát amikor leedzek, átöltözöm, kajálok, stb. És azt a 2 órát sem tudom magamra fordítani teljesen, mert jönnek és kérdeznek. Ezzel nincs semmi baj. Szeretem ezt a szakmát, ezért csinálom, hogy az emberek tőlem kérdezzenek, ne mindenféle más forrásból szerezzenek be légből kapott információkat. Szívesen segítek nekik, csak azt nem szeretem hallani, hogy nekem könnyű. Nem könnyű. Amikor saját edzésemre szeretnék koncentrálni, akkor hirtelen át kell kapcsolnom az egyik vendégemnek a problémájára, azt gyorsan megoldani, aztán hirtelen vissza az én problémámra, hogy hogyan tudom még intenzívebbé tenni például a saját biceps edzésemet. Egy tévedést szeretnék most eloszlatni, hogy nekem könnyű, mert személyjegyző vagyok. El kell, hogy mondjam, ez a szakma nem könnyű. Tehát egy külső szemlélő, amikor néz engem az edzésen, amikor tartok egy edzést, akkor azt látja, hogy ott vagyok a vendég mellett, és számolok, hogy 1, 2, 3, 4, 10 ismétlés, elég, oké, ragd le. Pihenünk fél percet, vagy egy percet. Ez a szakma nem erről szól. Ez is része nyilvánvalóan. De minden ember, aki hozzám jön tanácsért, küzd egy bizonyos problémával. És azt a problémát nekem meg kell oldanom. Tehát van, aki izmosodni szeretne, de csórikám milyen kis egyszál belül, és megeszik 60 tonna rizst, 38 kiló csirke mellett, és mégsem tud nőni. Nekem ki kell találnom azt, hogy miért nem. És meg kell oldanom, hogy mégiscsak tudjon izmosodni. Vagy ha jön valaki súlyos izületi problémákkal, de szeretne mozogni, de nem tud se futni, se nagy súllyal edzeni, de mégis szeretne fejlődni, hogy hogyan lehet ezt megoldani, hogy milyen trükkök vannak, amiket ő is meg tud csinálni, hogy tudjon fejlődni. Tehát nagyon-nagyon sokrétű tudás kell ehhez a munkához, és borzasztó nagy felelősséggel jár. Emberek rám bízzák a sorsukat, az életüket, az egészségüket. Tehát nem lehet csak úgy mellé odállni, lazán és azt mondani, hogy na gyerünk, csináld, és akkor én közben nézem a tévét, vagy számolom a legyeket, amit röpködnek a teremben. Nem, ez nagyon-nagyon-nagyon felelősségteljes munka. Úgyhogy az ő edzésén én ugyanúgy koncentrálok, mint ahogy ő. És ha én naponta tartok 10 edzést, plusz ott van a saját edzésem, akkor nem egy edzésen koncentrálok a sajátomon, hanem 11 edzésen. Úgyhogy ez a nap végére eléggé leszívja az agyamat. A másik dolog, amit nagyon sűrűn meg szoktam kapni, hogy kaja. Ugye mindig az a problémájuk az embereknek, hogy nem tudják megoldani az étkezést, mert itt dolgozik, ott dolgozik, nincs ideje. Hát nekem sincs időm. Jönnek a vendégek egymás után sorba, és közöttük valahogy be kell suvasztanom az étkezéseimet. Tehát én ugyanazzal a problémával küzdök, mint bárki más, egyszerűen meg kell oldani, és kész. És van még egy nagyon sűrűn előforduló probléma, hogy jönnek a vendégek egy bizonyos céllal, és már van rá egy kidolgozott szisztémájuk, hogy ők ezt hogyan fogják elérni, amivel nem biztos, hogy mindig egyet értek. Ez körülbelül ugyanolyan, mint amikor odamész az autószerelőhöz, és azt mondod, hogy szerintem az a baj az autónak, hogy, és úgy kéne megcsinálni, hogy. Tehát akkor minek mész el az autószerelőhöz, hogyha tudod, hogy hogy kell megcsinálni, és mi a baja? Fogd meg a csavarhúzót, a villáskulcsot, és csináld meg. Na most az ilyen eseteket diplomatikusan meg kell oldani. Valahogy rá kell vezetni a vendéget, hogy nem biztos, hogy az a jó megoldás, amit ő kigondolt saját magának, hanem az, amit én az iskolában vagy az életben megtanultam, és át tudom neki adni. Sok fiatal azért választja ezt a szakmát, mert azt gondolják, hogy ez könnyű pénzkereseti lehetőség, de hát ez nem így van.
ne felejtsük el, hogy én az év nagy részében nem látom például a napot, hiszen itt vagyok reggeltől estig a teremben. Egy nagyon felelősségteljes munka, hiszen rám bízzák az emberek az egészségüket és az életüket, és nap végére nem egy edzést tudok le, hanem legalább 10-et. És ez nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is megterhelő.